Öt újabb áldozatot szedett a koronavírus járvány Magyarországon. Szerda reggelre 28 ember szervezetében mutatták ki a kórokozót, amivel 3341-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma. A vírussal járó betegség eddig összesen 430 ember életet követelt itthon. Az aktív fertőzöttek száma május 4-e óta egyetlen nap kivételével folyamatosan csökken, a legfrissebb információk szerint 1809 vírushordozóról tudnak a hatóságok. Az új fertőzöttek és az elhunytak száma is a múlt heti átlag alatt maradt szerdán. A Szemmelweis Egyetem rektora Merkeli Béla szerint már nincs járvány Magyarországon, de a járvány veszély még fennáll. Az országos járványteszt felénél közzétett adatok alapján úgy látszik, hogy egyelőre a lakosság kevesebb, mint 1%-a kapta el a vírust. Magyarországon 22.000 és 92.000 között lehet a fertőzésen átesettek száma, ami azt jelenti, hogy messze vagyunk a nyáimmunitástól.